Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Oxigén Televízió regionális híradóját látják. Április 28-án kedden 117 millió forintból újult meg a Pannonhalmi apátság szociális otthona. Csalót fogtak a rendőrök Győrben, és idén is lesz Tatai Patara, ahol újdonságként rendhagyó történelemórán is részt vehetnek majd a diákok. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk mai adásunkban, most pedig mutatjuk kiemelt híreinket. Megrázott egy leszakadó, nagy feszültségű vezeték egy tűzoltót Abda mellett, a képen egy bozott tűz eloltásán dolgozott. A fiatal férfinak hatalmas szerencséje volt, túlélte az esetet, és 24 órás kórházi megfigyelés után haza is mehetett. Daruval érkezett meg Győrbe Battyányi Gyula hatalmas festménye. Az Ezer év küzdelmei címet viselő kép az Egyesült Államokból érkezett Győrbe, ahol május 9-től lehet majd megnézni 150 másik alkotás társaságában. Mindent megtesz a labdarúgó szövetség, hogy megmentse az Eto FC-t a megszűnéstől és megmentse az utánpótlást, áll az MLS tegnap este kiadott közleményében. A sporttörvény értelmében elképzelhető, hogy jövőre az NB3-as bajnokságban szerepelhet a felnőtt csapat. És holnap felhős időre ébredhetünk, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Adásunk végén azt is elmondjuk, hogy a hét további napjain milyen időjárásra számíthatunk. Mintegy 20 000 voltos áramütés ért egy tűzoltót tegnap Abdánál. A férfi egy bozott tűznél dolgozott, amikor leszakadt egy nagy feszültségű felső vezeték. Hatalmas szerencséje volt, hiszen túlélte az esetet, és a kórházban is csak 24 órás megfigyelésre kellett bennmaradnia. 600 négyzetméteren tombolt a tűz ezen az Abda és Bőrcs közti bokros területen. Itt dolgozott az a tűzoltó, akit szolgálat közben ért áramütés, mivel az oltás ideje alatt leszakadt egy nagy feszültségű vezeték, ami ráesett a tűzoltó tömlőre. A tűzoltók megkezdték a tűz oltását, 3 vízsugárral oltottak, amikor váratlanul egy ott húzódó középfeszültségű vezeték leszakadt. Emiatt az egyik tűzoltó áramütést szenvedett. A baleset után a tűzoltót azonnal a győri kórházba szállították. Bár a férfit 20 000 voltos áramütés érte, csodával határos módon még az eszméletét sem vesztette el. Szerencsés kimenetelő volt, mert a következményei között nem láttunk szívritmust befolyásoló zavart, tehát véhetően egy nagyon rövid úton távozott, erősségtől függetlenül. A jelek mégis arra utalnak, a ki- és bemeneti nyílása a elektromos áramnak, hogy ez egy mély, kicsi, de mély nyomot hagyott a bőrön. A biztonság kedvéért az orvosok 24 órán keresztül megfigyelés alatt tartották a férfit, akit ezután az égés plasztikai osztályra helyeztek át, hogy ott megfelelően elláthassák az áramütés következtében keletkezett sebeit. A katasztrófa védelem egyébként vizsgálja az ügyet, a történtekről pedig esettanulmányt készít. Együtt ünnepelt a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a rendőrfőkapitányság. Az állományülés apropóját Szent György napja és a közelgő Szent Flórián nap adta, valamint az, hogy a győri hivatásos tűzoltóság idén 145 éves. Az eseményen mintegy 150 díjat, elismerést adtak át. Április 24-e Szent György a rendőrök védőszentjének napja, a tűzoltók pedig május 4-én emlékeznek meg patronusukról, Szent Flóriánról. Győrben együtt ünnepelt a két szervezet. A résztvevőket Radnóti Ákos, Győr alpolgármesterek köszöntötte. Azt mondta, a város számára kiemelten fontos az itt élő családok biztonsága. Elengedhetetlen az is a rendőrségtől, hogy határozottan, szükség szerint keményen intézkedjen a közrend fenntartása érdekében, a katasztrófa védőknél és tűzoltóknál pedig nélkülözhetetlen az éberség, a gyakorlás és állandó készenlét, hogy elkerüljük a bajt, de ha mégis bekövetkezik, akkor csökkentsük azt. A győri hivatásos tűzoltóság idén 145 éves. Történetét és a fontosabb eseményeit fényképek segítségével eleveníthették fel a meghívott vendégek. Majd Béci László, a Belügyminisztérium országos tűzoltósági főfelügyelője ismerte el a győri tűzoltók munkáját, akik átvehették a város ezüst emlékérmét is. Az apropója ennek a jutalmazásnak is pontosan az volt, hogy emlékezetessé tegyük, főleg a győri kollégáink számára azt, hogy ez egy olyan nap, vagy egy olyan év, amikor elhatározták, hogy, és ma is talán szlogánként elhangzott, hogy biztonságos város.
és a Győr biztonságához én úgy gondolom a tűzoltóság, katasztrófavédelem nagyon nagy mértékben járul hozzá. A mindennapokban is megvalósul az együttműködés, hiszen nem tudunk olyan eseményt, balesetet, tüzet, vagy bármilyen rendkívüli eseményt felsorolni, ahol a kollégáink ne dolgoznának együtt. Nem olyan régi példa, ugye 2013-ban valamikor tavasszal a hófúvás, ami megyénket érintette, majd ugye az évszázad árvize, és ott vált vetve dolgoztak együtt a rendőrök és a tűzoltó kollégák. Árvai István, Mosonmagyaróvár polgármestere, tiszteletbeli tűzoltó lett. Ez a cím annak jár, aki erkölcsi és anyagi szempontból is kiemelkedően segíti a tűzoltók munkáját. Hangsúlyozta, a megtiszteltetés elsősorban nem neki, hanem a városnak szól. Az élhető város, ami ugye Magyaróvár, Mosonmagyaróvár szlogenje, az élhető város a biztonságos város. A biztonság az olyan egy város számára, mint egy embernek az egészség. Azt szoktuk mondani, hogy csak egészség legyen, és a többit megteremtjük. Egy város szempontjából is biztonság legyen, és a többit előteremtjük. Az ünnepségen a megyei katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai jutalmakat, díjakat kaptak vezetőiktől, illetve az önkormányzatok képviselőitől. Az eseményen mintegy 150 elismerést osztottak ki. Megújult a Pannonhalmi főapátság Szent Adalbert szociális otthona. A felújítások legfrissebb ütemében 117 millió forintos állami támogatásból megújultak a vizes blokkok, a nyilászárók, egy új lift, valamint egy a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő rámpa is a helyére került. Megújult az intézmény konyhája, nővérhívót telepítettek és a bútorokat is lecserélték. Az otthon egyébként az 50-es évek óta működik, de nem az apátsághoz tartozó lakókat, csak a 90-es évek óta fogadnak. 2 forinttal emeli a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, a gázolai nem változik. Az emeléssel mindkét üzemanyag fajtáért átlagosan 376 forintot kell fizetni a kutakon literenként. A téli árcsökkenés után az utóbbi 3 hónapban fokozatosan 50 forinttal emelkedett a benzinára, a gázolajért literenként február eleje óta szintén 30 forinttal kell többet fizetni. Az autósok akár 25 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a kutakon. Csalót fogtak a győri rendőrök. Egy 27 éves férfi tegnap délután a belvárosban több üzletbe is bement, majd csatornatisztítási munkálatokra hivatkozva pénzt kért az ott dolgozóktól. Mivel megrendelőlapot és számlát is kiállított, többen is kifizették neki a kért összeget. A rendőrök nem sokkal később elfogták a férfit és előállították. Megtalálták nála hamis számlákat is. A rendőrök várják a további sértettek jelentkezését. 250 ezer forint jutalmat ajánlott fel a tatabányai rendőrség annak, aki érdemleges információt tud adni egy trafikrablásról, amely még március 11-én történt. A 25 év körüli 170 cm magas, barna szemű, átlagos testalkatú férfi az esti órákban ment be a dohányboltba és pénzt követelt az eladótól. Amikor megkapta, elmenekült. A rendőrség azt kéri, hogy aki érdemleges információval rendelkezik a rablással, vagy az elkövetővel kapcsolatban, az haladéktalanul jelentkezzen. Újfajta harang alakú edényeket helyeztek ki a szelektív hulladékgyűjtő szigetre ma a győri Adivárosban. Ezek az edények sokkal tisztábban tarthatóak, és általuk megszűnhetnek a néhol áldatlan állapotok a hulladékgyűjtőknél. Győr önkormányzatának megbízásából a győri hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Különleges edényeket rakott ki a hulladékgyűjtő szigetekre Adivárosban. Ezek a szemétgyűjtők praktikusabbak, és a formájuk és a nyílásuk miatt kevésbé rongálhatóak. A korábbi gyűjtőedények 1100 literesek, ezek a gyűjtőedények másfél köbméteresek, tehát 1500 literesek. A különbség alapvetően az, hogy a bedobó nyílás nem nyitható, ez egy fix, egybeépített egység, magát a hulladékot pedig az edény megemelésével, darus járművel tudjuk egy alsó nyitással megoldani és kiszedni az edényből. A tapasztalatok azok, hogy ezekben a gyűjtőedényekben nagyobb tisztaságú csomagolási hulladékot tudunk összegyűjteni. Az önkormányzat azért is döntött az új harangformájú edények mellett, hogy tisztább, szebb környezetet teremtsenek a környéken élők számára.
hogy 52 helyen lecseréljük a szelektív gyűjtőedényeknél az edényzetet erre az új formátum haranggyűjtőre. Azt gondolom, hogy korábban is volt egy próbaüzem egyes városrészekben, és nagyon jól bevált. Most próbáltuk minden városrészbe több helyre ilyen cserét megoldani, és hát azt gondolom, hogy egyrészt ebben jóval nehezebb más hulladékot beledobni, mint ami belevaló. Nagyon nehéz ebből kipiszkálni, bármit is kinyitni, hiszen látható, hogy itt a mögöttem lévő régi edényt az egyszerűen föl lehetett csapni, kinyitni és mindent széttúrni, belőle kiszedni. Ezzel már tisztább lesz, úgy gondolom, egyrészt a környezet. Tény azonban az, hogy ettől függetlenül még sajnos mellé lehet dobálni a szemetet. Radnóti Ákos alpolgármester azt mondta, igyekeznek fenntartani a város tisztaságát. Emellett azt kérte, a lakók is legyenek ebben partnerek, illetve minél jobban ügyeljenek lakóhelyük tisztaságára, hiszen ez közös érdek. Idén is lesz Tatai Patara májusban, ráadásul idén egy különleges nulladik nappal is készülnek a szervezők. Európa legrangosabb törökkori történelmi fesztiváljának nyitónapja előtt teljes egészében a diákoké lesz a főszerep. Az élő történelemórán korabeli környezetben a diákok szó szerint kipróbálhatják a korhű viseleteket, ételeket és akkori emberek szokásait, mindennapjait. Az iskolák, akik szeretnének részt venni a különleges oktatáson, május 10-ig jelentkezhetnek a szervezőknél. Nem mindennapi módon, nem mindennapi alkotás érkezett az Eszterházi palotába Győrbe. Batthyány Gyula monumentális festményét, az ezer év küzdelmeit daruval emelték be a múzeumba, ahol a 150 kiállított kép mellett ezt az alkotást is meg lehet tekinteni május 9-től. Nem mindennapi eseménynek lehettek szemtanúi a győriek. Ezt a 60 millió forintra biztosított monumentális festményt daruval emelik be az Eszterházi palota belső udvarára. A kép méretéből kiindulva, amivel egy 300x250 cm méretű alkotásról van szó, azt az utat kellett választanunk, hogy egy daru segítségével emeljük be az épületbe. Ilyen módon válhatott csak bemutathatóvá a nem sokára nyíló gyűjteményes kiállítás keretein belül ez az alkotás. A közel 150 kiállított kép mellett ez a történelmi eseményeket ábrázoló festmény is a pár nap múlva nyíló Batthyány művészetéből összeállított tárlaton kap helyet. A múzeumnak egyébként ez lesz az első igazán nagy életmű kiállítása, melyről nem hiányozhat ez a kép sem, hiszen történelmi szempontból az egyik legjelentősebb alkotása a művésznek. Az Ezer év küzdelmei című kép, ami több más címen is ismert, egyébként a Batthyány életmű egy jelentős darabja, és a népvándorlástól kezdve egészen Batthyány jelenkoráig, az 1940-es évekig örökíti meg azokat a jelentős magyar történelmi eseményeket, amelyeket a festő úgy gondolta, hogy meg kell jeleníteni ezen a képen, így a népvándorlástól kezdve Szent István alakján keresztül feltűnnek a török háborúk, feltűnik rengeteg híres magyar alkotó, művész, politikus, államférfi, és rengeteg történelmi eseményt vélhetünk felfedezni ezen a képen. A hatalmas alkotást a Magyar Nemzeti Galéria bocsájtotta a Győri Múzeum rendelkezésére, amit egy nem mindennapi kiállításon május 9-től az érdeklődők is megtekinthetnek. Tabu témát dolgoz fel a Győri Balett Társulata. A Ne Bánts című előadása a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel, kegyetlenül őszinte és sokkoló formában. A művészek célja a társadalom figyelmének felkeltése és az igenis létező súlyos probléma bemutatása. Bátor és kemény lépésre szánt el magát a Győri Balett. A Ne Bánts című előadásuk a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel. A darab fókuszában egy fiatal lány áll, a család egyik tagja. A társadalom felé a normális családképét játszó szülők a lakás ajtaját becsukva már nem alkotnak olyan szoros köteléket. Az anya passzivitása utat enged a beteges apa álmok futásának. Én nagyon bízom benne, hogy az előadás, ami nagyon sok érzelmet és nagyon komoly lelki megpróbáltatást tesz az embereknek, utána a gyerekekkel szervezünk egy pszichológus által való beszélgetést, hogy erről beszéljünk a látottak alapján. Én úgy gondolom, hogy a művészetnek az a feladata, hogy ne csak a szépséget és ne csak a könnyed szórakoztatás, hanem igenis, hogy gondolkodtatni szeretnénk. De mit tehet egy védtelen lány, ha a családi közeg börtönként nehezedik rá, ha már a saját testével is más rendelkezik, ha a körülötte élők nem látnak semmit, ha a barátok nem akarnak látni semmit, és ha a saját anyja is úgy tesz, mintha nem történt volna semmi.
A darabon belül nem a színpadon történik meg a változás, hanem a közönségben. A végén nem lesz feloldozás. Ez rendkívül fontos számomra, hogy magukkal cipeljék idézőjelben azt a terhet, ami egy kicsit érzékenyebbé teszi őket a téma iránt. Ez nagyon fontos számomra, hisz ha csak egy ember egy picit tud nyitni a téma iránt, vagy esetleg egy ember képes tenni a dolgokért, akkor az már nagyon fontos számunkra, és ott nyerünk csatákat. A néző teljes sokban tartó színdarab befejeztével az előadások után közvetlenül feldolgozó beszélgetéseket tartanak a nézőknek Bence Emőke pszichológussal, a darab alkotóival és szereplőivel együtt. A Ne bánts premierje május 14-én lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség tegnap este közleményben jelezte, a törvényes kereteken belül mindent megtesz azért, hogy az Eto FC utánpótlásának jövője biztosított legyen. A közlemény szerint jogilag elképzelhető az is, hogy jövőre az NB3-ban folytassa működését a felnőtt csapat. Az elmúlt hetekben a bizonytalanság volt a jellemző a győri Eto FC házatáján. Az egyetlen biztosnak tűnő információ, hogy a zöldfehérek hiába adták be a licenszkérelmet, nem játszhatnak jövőre az NB1-ben. Hogy mi lesz a klub sorsa, az azonban kérdéses. A teljes megszűnéstől kezdve az alacsonyabb, akár megyei osztályú folytatásig több változat is felmerült. A csendet végül a Magyar Labdarúgó Szövetség törte meg. A közleményben az áll, hogy folyamatosak az egyeztetések a folytatásról, de az utánpótlás megmentése az egyik legfontosabb feladat. A sporttörvény lehetőséget ad nem NB1-es csapat és az utánpótlás korosztályok esetében az indulási jog átruházására egy szerződéses partnerklub javára, feltéve, hogy a jogtulajdonos egyesületnek nincs köztartozása. Ezek alapján a Rába Eto Futsal Klub, amely régóta együttműködik az Eto FC-vel, átveheti az NB3-as és minden utánpótlás korosztály versenyeztetési jogát, de ehhez az kell, hogy valaki kifizesse a focisták mintegy 150 millió forintos köztartozását. Amennyiben ez megtörténik, és mindkét érintett egyesület megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy az utánpótlás csapatok idei eredményeiknek megfelelően szerepelhetnek jövőre a bajnokságokban, és az Eto Futsal Kft. Részeként a felnőtt csapat a harmadosztályban indulhat. Első adásunkkal egy időben dönthet a magyar bajnokság döntőjébe jutásáról a győri Audi Eto KC. A női kézilabdázók csütörtökön nagyon simán 36-24-re verték az Érdet hazai pályán, így a két nyert meccsig tartó párharcban 1-0-ra vezetnek a zöldfehérek. A visszavágót Érden játsszák a felek, az már korábban eldőlt, hogy a győztes a Ferencvárossal játszhat majd a bajnoki címért, hiszen a fővárosi zöldfehérek simán túlléptek a Dunaújváros csapatán a másik ág elődöntőjében. Megrázott egy leszakadó, nagy feszültségű vezeték egy tűzoltót Abda mellett, a képen egy bozott tűzeloltásán dolgozott. A fiatal férfinak hatalmas szerencséje volt, túlélte az esetet, és 24 órás kórházi megfigyelés után haza is mehetett. Daruval érkezett meg Győrbe Battyányi Gyula hatalmas festménye. Az Ezer év küzdelmei címet viselő kép az Egyesült Államokból érkezett Győrbe, ahol május 9-től lehet majd megnézni 150 másik alkotás társaságában. Mindent megtesz a labdarúgó szövetség, hogy megmentse az Eto FC-t a megszűnéstől és megmentse az utánpótlást, áll az MLS tegnap este kiadott közleményében. A sporttörvény értelmében elképzelhető, hogy jövőre az NB3-as bajnokságban szerepelhet a felnőtt csapat. Híreink után ma este is jön a programajánló. Korodi Petra gyűjtötte nekünk össze térségünk legjobb kikapcsolódási lehetőségeit. Szia Petra, mit ajánlasz nekünk szerdára? Szia és köszöntöm a nézőket! 80 csodálatos fotó várja az érdeklődőket az Arabona fotósoktól Győrben. Az egyesület kiállítását a Széchenyi István Egyetem aulájában lehet megtekinteni egészen május végéig. Az amatőr és profi fotósokból álló csapat tagjai több témát is bemutatnak a tárlaton, így a világűrtől a természetfotókon át a különleges épületfotókig minden megtalálható. Arabona fotósok kiállítás tehát a Széchenyi István Egyetem aulájában Győrben. Aztán még várja az érdeklődőket a Napfényes Itália című fotókiállítás Moson-Magyaróváron. A tárlaton Vitéz Vilmos objektívén keresztül lehet megcsodálni Toszkána és Lombardia szépségeit. Április 30-áig van nyitva a Napfényes Itália című fotókiállítás a Moson-Magyaróvári Flash központban.
aztán Bicókép címmel egy különleges fotókiállítást ajánlanék ismét a figyelmükbe. Szamódi Zsolt Oláh fotókiállítását Tatabányán találják a Vértes Agórája emeleti folyosó galérián. A tárlat gyönyörű, különleges hangulatú és egyedi fotókat ígér, május 31-ig lehet megnézni. Adásunk végén pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Csapadékmentes, azonban felhős lesz a szerda Magyarország északnyugati felében az előrejelzések szerint. Szerda hajnalban 7, amíg reggelre 12 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők a prognózisok alapján. Szerda délutára is maradnak a felhők, a nappali csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Szerda estére többfelé kitisztul az ég, a nap végén 4 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk majd. A következő napokban megerősödik a felhőzet északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint, néhol csapadék is lehet. Csütörtökön csapadék nem várható, viszont felhős lesz az idő, reggel és este 3, amíg napközben 19 fokot mérhetünk majd. Péntekre már jósolnak csapadékot a meteorológusok, reggel és este 6, amíg napközben 15 fok várható. A szombat is csapadékos lesz, reggel és este 5, amíg napközben 18 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök az Oxigén Televízió április 28-ai adását látták. Friss hírekkel holnap újra várjuk majd Önöket, ahogyan megszokhatták. A híradó 7 órakor kezdődik, majd akkor is, ha tehetik, tartsanak velünk. Kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!